Sziasztok, itt Amur és a Feed the Beast Direwolf 20 modpakos Minecraft gameplay-en. Állítottam a mikrofon hangerőn, ennek köszönhetően szórakozgattam egy kicsit, aminek az lett az eredménye, hogy talán jobb lett a hangereje a videóknak, majd kiderül. Mikor a maximálisra vettem a boost beállítást a Windows-ban, akkor néha ilyen hülye, recsegő hangokat adott ki a mikrofon, úgy visszavettem a közepes szintre. Remélem ez így már nem fog jelentkezni, hogy nem gyakran jelentkezett, egy olyan 5 percenként, 10 percenként volt egy ilyen hülye hang. Elképzelhető, hogy csak akkor, amikor valami élesebb hangon bírtam kiadni magamból, és arra gerjedve nem tudom, mi volt az oka, minden esetben visszavettem egy közepest jelszintre. Igen. Közben pedig kétszer követtem el olyan hibát, hogy olyankor állítottam meg, amikor csak pauzolni akartam volna. És igazából összevagdalni nagyon nem akarom, arról nem is beszélni, hogy nem túl sok mindent csináltam még. Ebben a részben egy fillert akarok építeni, amely arra jó, hogy egyfajta terraformázást csinál, sőt nem egyfajta, nem konkrétan terraformázást csinál. Le akarom takarítani a házam mögül, mellől ezt a dombot. Erre pedig a filler alkalmas. Odaig eljutottam, hogy lecraftoltam. Úgyhogy ezt megmutatom, hogy hogy kell lecraftolni. Itt van a filler. Közben csináltam egy energy cellát is hozzá. Egy liston energy cella, igen. És ebből akarok egy hardened változatot. A hardenedet pedig úgy kell lecraftolni, hogy rakunk mellé 3 copper ingotot, 4 invar ingotot és egy ilyen redstone conductant. Így. És igazából ehhez nekünk elméletileg minden megvan. Jó kérdés, hogy hol? Hol tettem például ezt a lisztónos cuccot? Valószínűleg ott hagytam. Itt igen. De nem. Azért villog, mert elfogyott a szenem, ami hajtotta a generátort, és az egy szál szolárpanel nem túl sok minden energiát ad. Most két változat lenne, hogy bedobálnék egy kis fát, amiből van bőven, hiszen a domb hátuljából, ebből a lumberex-el, na igen, akkor ezt se láttátok, kivágtam az összes fát, mert a filler, ha elkezdi letakarítani itt a dombot, akkor úgyis kárba megy, mert ő mindent le fog bontani, ami útban van, mint mikor egy query neki jelöl a helyét, és a szint magasság felett lévő dolgokat lebontja. Tulajdonképpen a filler ugyanezt csinálja, ő nem ás le, ő csak egy szintbe hozza a dolgokat. Hopp, itt maradt egy kis fa. Igen, tehát ez a lényege. Itt egy fát legalább kivágok, hogy lássátok, hogy működik. Én úgy emlékszem, nem mutattam be, amikor lecraftoltam. Ott van fent egy fa, vagy ez csak a lombja? Szerintem bomlik el a lombja. Na mindegy, itt ezt kivágjuk. Úgy emlékszem, egyéni játékban voltam felvétel nélkül. Igen, látjátok? Az összes kivágásra került, ott fennakadt egy-kettő, azokat ne hagyjuk veszni, ígyni. Oké, ezzel fogunk tüzelni most. Van bőven, de rengeteg fát vágtam ott hátul is ki. Most tudom, hogy 2-3 steknyi fa kikerült. Itt elkezdtek már nőni a leöltetett gumifák is, ez nem baj. Mert az IC gépeket elkezdem nyomni, akkor kell ez bőven a gumi. Jó. Ide rakjunk bele párat. Csináljuk belőle a faszenet, és akkor az még tovább bír majd égni. Kiégeti faszén neki? Jó. Oké. És akkor elméletileg én ezt a konduktentet én lecraftoltam, úgy emlékszem, de ha nem, akkor lecraftoljuk még egyszer. De én szinte biztos vagyok benne, hogy megcsináltam, és értem, hogy hova tűnt. Jó, kell egy hardened, és ahhoz kell, mert az energy cell frame, vagy én megcsináltam már, hogy ez nem frame. Nem, ez egy liston energy cell. Ja persze, aha, bocsi, ennyire szórakozott vagyok. Én ezt már végigcraftoltam, itt van a hardened energy cell, ez bír egész pontosan 2 millió RF-et tárolni. Ami itt volt nekem egy korábban nem felfejlesztett, egy sima, azt pedig ide raktam. Én úgy emlékszem, ha most felfejlesztenem, akkor elveszteni a tárolt energiát. Úgyhogy ezt használjuk el majd a fillerrel, majd utána fejlesztem. Majd szenet is kerítek. Oké, tehát elsődleges
ez a fillernek a bemutatása, amíg viszont sötét van kint, és nem sikerült még mindig elég pókot leölnem, hogy összehozzak fonálból három gyapjút, és abból csináljak egy ágyat magamnak. Ezért addig mondjuk egy ilyen slag furnace-t csináljuk meg. Nekem azért tetszett meg, mert ez ugyanúgy szénnel megy, mint a kis legegyszerűbb furnace-ünk, csak ez egy dupla tulajdonképpen, dupla kemence, és egyszerre két dolgot tudunk benne kiégetni. Azt nem tudom, ötvözetet tud-e csinálni, de ha igen, akkor az nem egy utolsó szempont, ha ötvözetre is képes. Már remélem, a kövünk azért van itt is, van hát persze, hogy lenni kell. Tehát kell nekünk kettő darab kemence, és abból meg tudjuk csinálni a slag furnace-t. Hogy is van egész pontosan a lecie? Így, né, megvan a slag furnace, factorization-ös cucc. Hasznos lehet. Nem csak az elején, amíg látjuk, mire jó. Így, látjátok? Jaj, nem tudunk kettőt égetni, hanem... Jó, igazából én rosszul emlékeztem. Haszna éppen van, berakod az egyik cuccot, nem veszed ki. És akkor már égetheted a következőt. Nem tudom, hogy nagyobb teljesítménye van egyébként, mint a simének. Gyanítom, hogy ez azért nagyobb. Valószínűleg kétszer olyan gyors. Jó. Induction smeltert is szerettem volna csinálni, mert az acélt például abban tudjuk a legegyszerűbben előállítani. Úgyhogy akkor kaptunk addig egy induction smeltert. Induction smelter, tessék. Ez erre fel fog menni, kell hozzá machine frame. Nem tudom, mi van nálam igazából. Itt valószínűleg semmi, úgyhogy az emerendszerbe pakoljunk egy kis fát égetni. Elhasználtuk az... Ja, nem, beleraktuk, hogy legyen belőle faszén, és azzal azért jobban tudunk majd haladni, mintha simán a fát égetnénk, az elég hamar elég, és az nem túl sok mindenre elég. Oké, így azért több energiát fog leadni nekünk, és meg tudjuk csinálni, amit akarunk. Méghozzá egy induction smeltert, kell hozzá egy machine frame, és mi nincs a machine. Miért ilyen félig pakolja ki nekem itt a dolgokat? Mi hiányozhat? Mi hiányozhat? Jaj, vasúdás. Nekem vasúdás kell, haver. Egy vasúdás machine frame. Vasúdunk elfogyott volna. Mostanában folyamatos nyersanyag hiánya van. Ideje ezt az első kverit munkába állítani. Mert hogy itt is silver hegyek, lead hegyek, tin, copper. Vastrud, Noku. Nálam sincs. Nálam van 5 vastrud, jó, akkor megmenekült a recept. Jól van. Így kell. És az üveget miért nem rakta be, haver, mert leakadtál a vasnál? Na, üvegünk az van. Így nincs. Úgyhogy megvan a machine frame, nincs itt gond. Érdekes, most beleadja az üveget. Érdekesen működik néha ez a nei. Kell egy reston, reception, coil. Ezt lekraftolja, hál' Istennek rendesen. És akkor úgy működik nekünk a dolog, hogy két invár, meg két copper. Invár viszont érzésem szerint nem lesz már, de van még invár is, jó. Akkor ezt meg tudjuk csinálni, most csak nekem majd pakoljam. Kell egy vödör, hát ezt elhasználjuk, aztán majd craftolok magamnak másikat. Két invár ingot, a machine frame, a reception coil, meg két réz. A réz, remélem itt is van réz. Nem kell itt hagynom a cuccot, van, jól van. Oké, és megvan az indukciós kemencénk. Okosan lekraftoltuk. Vedret nem tudunk csinálni, csak két vasunk van, majd csinálunk, ha szükség lesz rá még egyet. Ez vajon elbírja még? Ha ide kötjük be, ebbe a ládába adagolja te is a cuccot, ide kirakjuk ügyni, és majd úgy állítjuk be a kimenetét, hogy ott legyen. Felé rakhatunk majd hoppert ide is akár, de először kapja meg az energiaellátást, aztán majd be. Tehát az a lényeg, hogy igen, balra pakolja ki a cuccokat, méghozzá mindenhonnan, így. Ez hogy adja meg a lehetőséget, hogy mind a kettőt oda pakoljon, nem a sárgával, így. Oké. Felülről lehet az inputja, azzal nincs gond.
többit ezt vegyük le. Tehát oké, meg itt legyen akkor a hopper, ide pakolja be, mind a kettőből nem tudja, így jó, ide dobáljuk be az alapanyagot, ha akarjuk a hopperből felülről. Jó, konfigolva megvan, indukciós kemencénk, rakjunk be egy Leadstone Energy konduitot, egy szerintem elég, hogy rácsatlakozzon. Nem, kettő kell lesz. Nem baj, akkor hozunk még egyet. Oké. Megvan az indukciós kemencénk. Ebben már tudunk invárt. Tudnánk, igen, ha lenne energiánk. Nincs hát van egy kis szenünk éppen. Most használjam ide. Hát valamennyit rakjunk bele. Kis energiát csináljon. Hát nem túl sok minden, persze, hát leiszedi róla a hardened energy cell, és itt töltődik ide is be, jól van, akkor gond egy szál sem. Csinál valamit a fát, még most készített el a végét a... És hova lett? Lehet, hogy csak egy kicsit késett a kép, mert én már kivettem a faszeneket. Az utolsó darabig szerintem. Jó. Akkor acélt is fogunk tudni csinálni, meg akár invaringotot is, itt egyszerűbb, mint mondjuk az olvasztóban. Rendik. Ezt lehet még egyféleképpen automatizálni. Méghozzá úgy, hogy hopper, redstone clock és láda. Ez akkor jó például, hogyha azt a tiszta üveget akarjuk nagy üzembe gyártani, akkor nem kell itt kattingatni rá, vagy éppen a brownstone-t, mert ott már egy kicsit bonyolultabb megoldani. De még az üvegnek a gyártásánál szét kellene bontanom a padlót, berakni alá egy hoppert, a hopper mellé egy ládát, és akkor kihúzza belül a kész üveget. Ha egy redstone clockot pedig ide rakunk a kijöntő nyílás mellé, akkor ő folyamatosan adja neki a redstone jelet, és akkor szép lassan adagolja az üveget. Na nézzük csak meg, itt azt hiszem van homokunk valahol, ha nincs, akkor nem nagy cucc összeszedni egy kis homokotként. Itt úgy látom, nincs homok. Jó. Akkor szedjünk egy kis homokot az excavátorral. Itt van annyi homok, mint égen a csillag. Amúgy is el fogja bontani a filler, és a filler nem olyan, mint a query, tehát nem gyűjti össze az alapanyagot nekünk sehova, tudtommal. Sőt, neki kell adni, ha kitöltse az olyan helyeket, ami a szint alatt van. A szint felettieket ugyebár elbontja, a szint alattiakat pedig kitölti azzal az anyaggal, amit belerakunk a fillerbe, földet, követ, bármit. Jó. Pakoljunk. Nem tudom, ide lehet-e adagoltatni a cuccot. Craftoljunk egyet. Elég sok mindenbe bele csapunk, most nem baj az. Csak a sok rövid rész az nem fog teljesülni, mert egybe elmondok egy csomó mindent. Egy redstone clock kell nekünk. Ez pedig ez a redstone clock, nem nagy cucc megcsinálni, nem tudom, van-e mindenünk hozzá, nincs mindenünk hozzá, mert egy égetett kő, az itt van, abból kell nekünk négy, vagy csak volt égetett kövünk, mert ha csak volt, akkor csinálunk égetett követ, nem van itt. Négy égetett kő, vörös kő az szerintem már csak az emerendszeren belül, ami most épp nem megy, nem baj, dobunk neki egy faszenet, elindul, hé haver. Ezt kimondta, hogy dob ki a többit. Jó. Volt itt valami kis késedelem megint. Mi kell nekünk... az agyam. Ez kell be, mint egy cobblestone. Vörös kő. Vegyünk csak ki egy ölögot, hogy legyen nálunk. Oké. Egy pálcika. Így van. És akkor most már elméletileg elkészülhet a redstone energy cell. Így, az Isten clock. Oké, kell egy hopper, ahhoz kell egy láda, ahhoz kell fa.
végigpörgettük így az agyunkba gyorsan. Ezt kiigazt még használt vehetjük. Ez ott a hülye eukaliptus, nem el fogja fogadni, inkább ne kockáztassuk. Vegyünk tölgyfából. Csináljunk akkor egy ládát, az biztos, hogy kell hozzá. Igen, a hopperhez. És mivel is kell a hoppert körbe rakni? Vassal? Vagy csak kővel? Már nem is emlékszem mennyire. Sima hopperje? Persze, mert a sima hoppert ezt... Azt töltsérnek írja. Így van. És vasút kell hozzá. Így, fiam. Másfajta töltsért nem lehet csinálni, csak vasudat. Vas töltsért. Akkor ezt most nem tudjuk megmutatni, mert kettő vasunk van. Ez meg kell öt. Na mindegy, nem esünk kétségbe. Amúgy is akartam bányászni a szén miatt, tartunk egy kis szünetet. Mert ezt is meg akarom mutatni, ez van. Szenet nem találtam, de vasércet idén. Úgyhogy nem is tudom, kettő hiányzott hozzá, vagy három. Az kiég nekünk, és akkor folytathassuk is. Jó. Kettő, azt hiszem, öt kell összesen, még egyet várjunk égni. És a hoppert már is le tudjuk kraftolni. Jó. Hogy is volt? Igen, ezt kell körbevenni. Úgyhogy alá egy, kettő, kettő, és meg is van a töltsérünk is. Szuper! Még kell egy ládikó, amiben gyűjti. Most nem menőzünk, hogy arany, vagy mit tudom én, milyen ládát csinálunk, amúgy is felesleges. És akkor ide fogjuk behelyezni. Felesleges volt. Mindegy. Hol a töltsérünk. Igen, és akkor mellé rakjuk a ládikót. Ide. Hol a ládikónk? Tehát ezt már megoldottuk, hogy ide húzza ki. Ebbe fogja elmetelek belepakolni. Ide rakjuk a redstone clockot, és meglátjuk, hogy hogy működik. Látjátok, elkezd folyni szakaszosan, ahogy kapja a redstone ját. És a töltsér pedig ki fogja húzni belőle. És relatíva közelben vagyunk, tehát a csánk be van töltve. Ups. Nem húzta ki. Akkor volt ennyit. Töltsérbe rakódott. Rosszul van a ládikónk. Nem tetszik neki a ládikó elhelyezése. Valamiért. Hopperba gyűjt egyébként, és nem rakja. Nem adja tovább mellette lévőnek. Ott is átfér éppen 5 steknyi. Alá nem akarom berakni, ezt így mindenképp mellé kellene, valószínűleg a töltsér kapcsolódott rosszul, és most úgy érzékeli, hogy nem bontom most szét, értetek a lényeget, alá rakjátok, tuti belemegy, de mellé is lehet rakni a töltsér mellé, úgy is át kellene, hogy vezesse, én úgy emlékszem. De a dolog működik láthatóan, és lehet adagoltatni vele. Ezt ugyanúgy megcsinálhatjuk itt is, ha mondjuk a vasutakat akarjuk kikapni belőle. Igen. Nem tudom, hogy a töltsér elszipkáz innen a casting table-ről. Nem. Az egy kicsit bonyolultabb megoldás. Oké, maradjunk ennyire. Jöjjön az a filleres dolog, ami indult volna a rész. Csináljuk úgy, hogy végül is a hátsó részt akarjuk elbontani. Elsősorban az zavar engem nagyon. És meddig megy nekünk a házikó? Tehát azt ne bontsuk már le a hátsó részt, ahol éppen gépek is vannak. Itt mondjuk, már hogy állunk? Nézzük csak meg, hogy ez még a házikó. Hopp, ez pont a vége. Hú, de beletrafáltunk.
Tehát itt van a házikomnak a vége, igen, mert ezt én raktam be a márványt. Oké. Okay. Akkor a téma az, hogy ezzel egy sorba kell a fillert vinni. És megint sötétedik, mire felállíthatjuk a fillert. De itt kellene lent a fillert. Ezzel egy vonalba valahova. Sőt, ezzel. De kell rakni a fillert. De annyira messze nem is érdemes. Képen lebonthatja nekünk azt is. Mindenképpen ez legyen a kezdő vonal. Tehát úgy kell berakni majd akkor a landmarkokat, hogy ez azért legyen egyértelmű a landmarkok miatt, hogy hol kezdődik meg ilyenek. Rakjunk le landmarkot először is, és állítassuk be, hogy adjunk neki redstone jelet. Ezt vagy fáklyával, vagy karral meg tudjuk tenni. Én a fáklyás módszert szoktam. Mellé rakunk egy redstone fáklyát, és rögtön mutatja minden irányba, hol tudunk elmenni vele. És akkor... Igen. Itt fog végigmenni, ez egyértelmű. Igen. Ezt is bontsd még le, haver, ezt is bontsd még le. Mondjuk idáig, ha lebontod, elég. Elég szerintem. Ide, hogyha megtaláljuk, akkor berakhatjuk már a következőt. Ilyen mélységben lesz ez a kék cucc, itt van. Jó. Akkor mondjuk ide rakjuk a következőt. És akkor ott határoljuk be a szélességét, hogy hol bontson ezen a távolságon. Hát a domb másik oldalára át kell mennünk, az egyértelmű. És ott látjuk a piros, a kék lézert. Oké. Sőt, ott már látszik kint. Jól van. Szuper módon be tudjuk határolni, hogy meddig is bontson. Legyen itt. Én a vizet már ne bántsa, azt már ne bántsa, mert akkor abból csak a problémák vannak. Kint mi volt, ugye? Nem agyag. Akkor jó messzire mentem. Vizet érde, na, értsétek jól, agyag, hoppá, ízé mondja, akkor pláne nem engedem neki elbontani az agyagot, így azt én szeretem az agyagot bontani. Köszi, hogy a landmarkot is leszedted. Nem baj, ezt visszarakjuk. És az agyag nagyon nem lesz bántva. Azért az kincs kategória, nem? Miért nem szedtük fel az agyagot? Nincs helyünk, nem kéne megfulladni. Nincs helyünk agyagnak, ó ne! Na, ezért. Szórakozzunk vele, csak az idő megy már, és kaptunk is vendéget. Hoppá, életerő hegyek lent. Egy ennünk kellene valamit. Hú, volt egy kis creeper, koma is. Azért még az elején praktikus átaludni az éjszakákat. Majd akkor leszedjük a landmarkot nappal.
Kajánk az van valahol. Kis pauz. Még valamit szerettem volna, az pedig backpack. De akkor el kellene használnunk a pókfonalat, amit nem akarnék. Azért megmutatom, mire gondolok. Ezt szerintem korábban beszéltem, az unleashed mentésbe is használtam, igen, ezeket a hátitáskákat. Mindegyik másféle dolgot gyűjt. Miner's backpackbe bekerülnek a ércek, a digger's backpackbe a homok, a föld, a sóder. Foresterzbe, hogy őszinte legyek, már nem emlékszem, mi kerül. Foresterzbe, lehet a fa, meg ilyenek. Woven, Forester, azt mondja, hogy Diggers, ugyanaz, aha. És mi a különbség a két Diggers között? Diggers backpack, Diggers backpack. Jaj, aha, ez már 45-ös slot. Ez 15 slot, ez 45 slot, ez nagyobb egy kicsit. Kell hozzá Bowman Silk. Az pedig ennyi az előadás. Akkor érdemesebb majd, ha van elég. Ilyen Silk Wisp. Ez nem pókfonál. A Silk Wispet pedig Silky Propolisból állítjuk el, jó, centrifugával, oké. Okay. Elég a sima Diggers backpack, az nem nagy tudsz előállítani. Négy gyapjuk el hozzá, egy láda, meg négy fonál, ez tök egyszerű, 15 slot, az is nagy segítség. Van egy ilyen Diggers, meg egy Miner backpack nálad, akkor már 30 slottal megnöveli, 30x6-tal, négy, sokkal több cucc lehet nálad. Oké. Okay. Közben, hogy állunk időben, akkor ezt is tudatosítottuk. Van még egy Strongbox nevezetű láda. Ez azért érdekes, mert az elején, amíg az emerendszer nincs meg, és mindent ládába tárolunk, aztán utána el akarunk költözni, vagy csak átrakni máshova a ládát, akkor macerásul egy duplával ládából mindent kiszedni, átrakni. A Strongbox pedig ugyanúgy, mint ez a Portable Tank, vagy nagyon sok más, mondjuk az Energy Cell, felszedhető Shift-Jobb-Click-kel ezzel a kis Crescent Hammerrel, és átvihető a tartalmával együtt. Tehát ez a Strongbox. Azt mondja, hogy itt vannak a Strongboxok, van belőle elég sok. Ez az alap, lehet fejleszteni, Hardened, Reinforced és Rezonantos verziója van. Az a lényeg, hogy tinningottal körbeveszed, már onnantól kezdve is használható. Invaringotos verzióval tovább fejleszted, még több cucc kerülhet bele. És akkor van a Reinforced, ehhez Hardened Glass kell, és van a Resonant, ez van a legdrágább, az Enderium ingotos verzió, azt azért nem egyszerű előállítani. Oké. Okay. Közben szerintem már elkezdett kivilágosodni. És akkor szedjük össze. Resztunk fákát kiütöm. Haver, neked annyi szerintem, mire odaérek. Ezért hébe-húba mászkálnak. Jó, szeretek úgy dolgozni, hogy nem zavarnak közben. Na. Tehát maga... Ez nem kell. Ezt nézzük meg. Igen, működik jó. Jól állítottuk be, egy szintre raktuk ki a fájkákat. Akkor lerakhatjuk ide elé. Hogy is kell? Ha ide elé rakom, jó lesz? Vagy akkor már belebont a házikomba. Szerintem bal oldal, szerintem ide kell lesz raknom, csak akkor csináljunk helyet, mert akkor kell neki az ellátás, a három ellátásnak is egy kis hely. Igen, szerintem ide kell raknom, itt leszünk jók, igen, jól van. Oké, felállította a helyét, szedjük össze a landmarkot, jó lehet az még máskor is. Itt volt az egyik. Okay. És valahol hátul a másik, a víz mellett, ahol agyagot találtunk.
ez a nagy domb, ez el fog tűnni. Jaj, de jó lesz, és letakarítottak az összes hátra van. Az nem volt felvéve, gondolom nem haragudtak érte. Na. És hova tűnt a landmarkunk? Belement a vízbe? Ja, nem, felszedtük. Jó, szuper. Akkor ez is kipipálva. Landmarkok összeszedve. Most már csak az energy cella, de viszont szerény vélemény szerint, gyere csak ide, hol. Á, nem baj. Hogy itt ki fogja tölteni a helyét, felesleges munkát csináltunk a fillernek. Bár, hogyha a szintjéig nem robbantotta le, akkor még lehet, hogy csak segített is, hogy gyorsabb legyen. Oké, tehát az erre már látásra van szükség. Mindenképp kell közzé, mivel ez a BC-s gép. Egy... Liston Energy konduit, és akkor utána rakjuk csak a Liston Energy cellát be. Eléggé le vagyunk amortizálódva. Jó, hogy töltsön vissza az életerünk, hogy itt valaki kipulcancson. Meglepve minket. Landmark most nem kell, ez kell lesz nekünk, meg az Energy cella. Jó. Nem tudom, mire lesz elég, de meglátjuk. Rossz oldal. Konfiguráljuk úgy, hogy ott adjon le. Igen. Melyik oldal is az ez? Így adja le? Igen, így már adja le, jól van. Kapja az energiát, szuper. Tehát már nagy sárgának kell lenni. És akkor nézzük, mit csinál. Szépen bontja le szerintem a legmagasabb részeket kezdésnek, vagy feltölti az alacsonyabbakat, ha talált olyat. Szerintem olyat nem nagyon találhatott. Valószínűleg fenn dolgozik először. Nem látom, mit csinál, ez bosszant egy kicsit. Jaj, várjunk. Uh-huh. Lehet az a baja. Igen, nem raktunk neki, mivel feltölteni cuccot írni. De ezt nem is ide kell, jó. Talál esetleg olyan helyet, amit be kell tömnie, legyen mivel megtenni. Szerintem nincs. De használja folyamatosan, nem is kicsit az energiát. Csak látnám, hogy hol dolgozik és mit, az megnyugtatna, hogy nem csak megeszi az energia cellámat, hanem tesz is az ügy érdekében. Mert nem felülről kezdte. Érdemi munkát, hogy csinálna. És ez kissé bosszant. De mintha hallottam volna a hangját is. Találunk egy szenet közben. No. Ez egy utolsó szempont. Egy kis kvarc. Ha mindenhol föld van.
van, ezekből én használtam meg, vagy ő. Ja. Oké, lassan feltölt a 2 milliós Harden Energy cell. Közben rájöttem egyébként, hogy neki meg kell adni egy mintát. Háromféle úgynevezett pattern van. Az egyik ugye már feltölt, az egy külön pattern. Valami az összes blokkot kiszedi, ez az úgynevezett clear pattern. Ehhez 9 üveget kell oda. Tehát meg kell neki adni a tervet, a mintát, hogy mit csináljon. Ehhez nekem üveg kell, méghozzá 9 darab, hogy megmutassam neki, hogy mit is akarok. Ha egy valid pattern, tehát egy működő kód neki tulajdonképpen, neki ez egy kód, hogy mit csináljon, akkor el fog indulni. Tehát most feleslegesen elhasználtam ennek a tartalmát, nem is értem, hogy miért használja, egyébként piros, tehát nem működik. Ennek ellen felszipkázta az összes energiát, tehát ezzel is nem értem, hogy ide köveket raktam. Az ég jött a világon semmit. Téglával és üveggel lehet neki megadni a kódokat. Ez az, igen, ez a clear pattern. Ezt most már tudja, zöld is lett, csak épp az energiacellából fogyott ki a nafta. Ugye elhozzuk a 2 milliósat, abban lehet várni, hogy 1,5 millió RF. Közben éjszaka vadásztam pár pókot még, és megvan az ágyikom is, át tudtam aludni az éjjel. Így, szedjük ki. Rendi. És mehetünk, most már működni fog a fillerünk. Ezt felejtettem el, ezt a pattern dolgot. Emlékeztem, hogy oda be kell pakolni valamit, de hogy, meg milyen mintával, meg egyébek, arra nem. De most akkor ez is működni fog. Akkor ebbe van nafta. Így, rakjuk be. Konfiguráljuk fel, hogy ott adja az energiát. Méghozzá, hol is? Itt. Így. És adja is. Jó, hogy hol kezdi, meg mind kezdi. Én gyanítom, hogy felül valahol. Bocsi, hozzányúltam a mikrofonhoz. A recsegett esetleg. Most már jó lenne látni valamit a munkájából. Úgy megnyugtatna. Valahol elkezdte. Zöld, tehát vette a tervet. És fogyasztja az energiát. Nem túl nagy sebességgel egyébként, de fogyaszt energia. Nekem úgy lenne logikus, hogy felülkezdi valahol ezt. Itt én ütögettem ki éjszaka. Csak hogy hol megy körbe, hogy korrektul van-e megadva. Soha nem használtam még fillert, láttam, hogy hogy kell használni egy videóban. És gondoltam, kipróbálom. De ennek így már működnie kellene, tehát ez teljesen egyértelmű, ez a clear. Kódot adtam meg neki, zöld, tehát minden oké. Okay. Várjunk csak ott, mintha olyan lyuk lenne, amit én biztos nem csináltam, akkor alulról kezdi. Elég idióta módszer, de elképzelhető, hogy alulról kezdte el kivontani a dolgokat. Nézzünk csak be oda. Én gyanítom, hogy alulról kezdte akkor. Igen, alulról haladt felfele szemmel láthatólag a bontással. Uh-huh. Nagyon úgy tűnik, hogy alulról felfele halad. Akkor ez nem olyan látványos így. Ugye bár a kvert is mindig a legmagasabb ponttal kezdi, ez egy kicsit fonákó csinálja. Elég sokára lesz itt látványos eredménye, tehát felesleges itt várni rá. Megmutattuk, hogy működik szerintem, én akkor azt fogom csinálni. Itt megy akkor valószínűleg körbe. Hogyha már látható eredménye van, akkor mindig elindítom egy kicsit a videót. Ideig még valószínűleg el sem jutott. Itt látszik, hogy dolgozik, látjátok? Aha, jól van, az szuper.
Érdekes módon alulról kezdi, akkor most ki tudja, hol folytatja. Egy komplet alját eltávolította a dombnak. Nagyon korrekt. Csak hogy lássunk valamit. Meg egy kicsit kevesebb energiát fog használni, ha rá segítünk. Közben rájöttem, hogy rossz receptet alkalmaztam, ugyanis nekünk olyan kellene, hogy le is bontsa. Ő valószínűleg annyit csinál csak, hogy az alsó szintet azt komplett kiszedte. Én úgy nézem. Hoppá, mi kellene? Nem kell, nem ennyi, három tégla kell a kódolásához. Úgyhogy azt a kódolást kell ezt használnom, hogy utána néztem gyorsba a telefonomnak a... Ó, nézd meg, és még beleszólít nekünk, ne tudjunk haladni. Mondtam, a fél halott voltam, nem baj. Oké, az a baj, hogy közben is használja. Most piros is látszik, és hogy ő úgy vesz, hogy befejezte, de közben használja sok kis energiát. Úgyhogy mutassuk meg neki azt a receptet, ami ez. Így. Oké, most már el is kezdi használni innen a homokot. Feltölt nekünk olyan területet, ami szerinte szint alatt van. Elég nagy mennyiséget elhasznál. Biztos, hogy azt csinálja, mi nekünk kell. Vagy tényleg ilyen nagy mennyiségű hely van, ami szint alatt van, vagy kitölt ilyenkor a vizet is elképzelhető. Hú, akkor hozzunk még neki gyorsan cuccot, mert ha leáll, akkor kezdheti megint előről. Mert a homok annyi van nálunk, mint az ég alja. Ebből nincs hiány, tudok neki adni bőven. Ha tényleg ki akarja tölteni, szintbe hozni az alsó szintet. Azzal ne akadjon el, jó, még nem használt el. Ó, megállt, jól van. Mire hoztam, korára megállt. És akkor most már bontja elméletileg. És remélhetőleg látványosan felülről bontja, hogy látunk is valamit, csak el fog használódni megint az energiánk. Nem, ahogy közben átraktam töltésre a másik energiacellát. Jó lenne látni ezt a melót, amit csinál, egyébként látványos. Én nem is értem, hogy miért nem felülről kezdte legutóbb. Valószínűleg rosszul kódoltam. Én ahogy videót láttam, ott ezek szerint ezt a kódot adták meg, neki alulra három tégla, felülre két sorba üveg. Igen, igen, ez az. Itt már felülről bont. Itt már felülről van, bizony, itt már látszik, ez az, ezt láttam én. Így mi? Oké. Okay. Érdekes, hogy nem oda-vissza kígyózik, hanem mindig adott irányból. Itt le fogja bontani nekünk a teljes. Lesz egy csomó magunk, de jó. És jó, jó helyen bont, szuper, oké, okay. Tehát a házunk nem lesz veszélybe. A veszélyes az lesz, hogy el fog fogyni az energia. Na, minden ott van bont a határ, és ott bontja tovább. Szuper. Oké, el lesz takarítva. Ez a filler jó kis cucc. És most fogyott el az energia? Gyanítom. Igen, jó, akkor szünet hozom a másikat mindjárt. Oké, és még zöld a lámpa, tehát még munka közben van, work in progress, hogy úgy mondjuk. Mit csináltunk rosszul? Fel kell konfigolni, ez egyértelmű, és akkor itt adjon energiát, szuper, oké, okay. És használja is. Jó, egyébként látványosan bontja ott felül a dolgokat, végre az látszik, amit mi akarunk, hogy látszon, megy ez erre a terraformázás. Kb. Ugyanazt látjuk, mint amikor elindítunk egy queryt, és újra klukk le a landmarkokat hozzá, hogy van dombos, dimpes dombos rész, és le kell bontani, hogy egy szintből legyen a tetejével. Ez most tulajdonképpen egy lebutított query. Nem szedi össze a cuccokat, tehát itt tényleg nem az a cél, hogy most legyen itt 1 millió darab földblokkunk, meg kő.
szépen lebontja nekünk a dombot a ház mögül, fogunk tudni anélkül tovább terjeszkedni, hogy ezt nekünk kellene megcsinálni. Ezt itt bárhová építkeznék, óriási mennyiségű földet kellene lebontani, hiszen még az ház magassága felett itt nyúlna el. Itt szépen le fogja bontani abban a kis keretben az összes blokkot. Kb. Ott van, ha jól lőttem be, a házamnak a vége. Igen. És akkor ott fogom tudni bővíteni tovább, akár arra is, oldalirányba is, mert onnan is lebontattam. Oldalirányba még nem, az majd a következő lépés lesz. Tehát itt is kb. Abban van, ott lebontja majd nekünk a filler. Ez a rész igazából ennyiről akart volna szólni, bemutatni a fillernek a működését. Még lehet, hogy annyira megállítom, hogy a végeredményt is lássátok a videóban majd. Tehát akkor még nem búcsúzok el végleg. Ezek a magok azok jók lesznek később termesztés, amit itt eldobál nekünk a fűnek a leaprításával. Oké, tehát még egyszer visszajövök a végeredménnyel. Egy kis helyzetjelentés, most így állunk. Már elég nagy részt letakarított. Itt figyelem közben persze, hát ha valami értékes érc előtűnik. Egy-két rezet már sikerült találnia. Egyébként gyorsabban halad, amikor a hardened cella van rátéve. Ez a hardened cella. Jó, igen. Majd jelentkezek újabb helyzetjelentéssel, és az utolsó képpel, amikor lebontotta nekünk a teljes dombot. És kész. A kijelölt terület teljesen lebontva eddig a szintig. Én úgy látom egyébként, hogy igen, itt már ez mi házikunk. Szebben nem tudjuk be. Nem. Akkor egy előkővel aztán majd kicseréljük, csak itt ne legyen lyuk, ne jöjjön be senki. És akkor majd esetleg alsóbb szintig is le lehet, úgy látom, mert hát ez a teteje nagyjából a házikónak. Az újabb kijelölés kell, de kezdetnek ez is megteszi, láttátok, hogy működik. Ó, a kis kvarc. Közben be is sötétedett. Oké. A mögötte lévő dombot is úgyis le akarom bontani, azt mindenképp alacsonyabb kijelöléssel fogom csinálni, ebből okulva. Ez az én házamnak a hátulja, szuper. Úgyhogy még nem búcsúzok el teljesen, mert ezt a setupot is megcsinálom, és lebontom mondjuk az oldalsó dombot, az látványosabb, gyorsabb lesz, és azt is megmutatom. Oké, itt a kis ház melletti domb lebontása. Azt hiszem, az már elég szépen gyorsan meg lesz. És ha jól csináltam, akkor csak ott bontja le, ahol nem gond, hogy lebontja. Így, ezt a fáját, ezt nem menjünk kárba. Kicsit hosszabbra kellett volna jelölni, nem sokkal egyébként. És akkor az a falat nem marad meg. Kis szén. Oké, átvált pirosra, kész, befejezte, amit ő gondolt jónak. Most már tényleg elköszönök, sziasztok, Amur voltam.